csápolásra, akkor van tűnjön, kedát átmondjuk, tudnak, és eszélyre nem ütödünk, úgy, hogy tiszteljük ezt a mai napot, és azért, mert rövid az idő, akkor lehet, hogy hagyjuk ezt a verset, amit démonok a magad cselekvéséről szól. És általában eltávolás az valamiféle szomorú esemény. Ez így is vasnagoknak, de ugyanakkor mind a kettő szomorú és boldog. Például, mint nektár és méreg együtt, a eltávolás az méreg, és a gondolaton belül és a utasítás követés belüli követés az meg valami nektár. És hát ez nehéz a kettő dolgot egyszerre tapasztalni, mert van egyenmondos élmények, de így van. És hát nekünk is mindenből színálva, vagy nem mantra, Thakur Bhakti Vinod, amit imádkozunk, Namo Bhakti Vinodaya, Satchidananda, Gaura Shakti Swarupaya, volt szó, de amennyire kapcsolódik ennek a bhagavatam éneknek a témájához, hogy itt van szó Gaura Shaktiról, ugye Gaura és Chaitanya Mahaprabhu, és Shakti az a potenciálja Chaitanya Mahaprabhunak. Chaitanya Mahaprabhunak a potenciája az Krisztának a potenciája, ami azt jelenti, hogy az Srimati Radharani, aki meg Gadadhar Pandit. Ugyanakkor ugye a potenciája nem csak mint személy benyilvánul meg, hanem mind az Radharani vagy utasításába. Látható, hogy közvetlenül Chaitanya Mahaprabhu ő szigorúan követte azokat a válni, azaz utasítás, ami kapcsolódik a társadalmi rendszerhez. Nem szigorúan, hanem még nagyon szigorúan. Ebbe mondjuk ott van a példa Chota Haridas, ami Chaitanya Mahaprabhunak viselkedése, mint egy szanyász, és ugyanakkor meg elvárni, hogy az ő követői is mind egyféle társadalmi rendben férjenek be, és követség ezt, amint ugye Krisna szó szerint kimondott Bhagavad Gita-ban, Csaturvány, Amelás Isten, Tassi akartam, imam, Bügi akartam. Szóval mondja, hogy ez az én rendszerem. Elutasítani valamit, amit ugye Krisna ad, az a körnös hasztra virincsa volt a tékának át. Az a Krisna mondja, hogy akkor ez egy garancia, hogy nem sikerül semmit, amit csinálunk. Nem sikerül a munkánk, nem sikerül az életmódunk, nem sikerül megvalósítani vagy anyag
És hát az úgy van, hogy még lelki tervet sem sikerült nem megvalósítani, mert nem lehet függetlenül Krisnának a parancsától cselekedni, működni, még jó szándékkal is. Ebben a szempontból Thakur Bhaktivinod írt Bhaktisztánta Sarasvati Thakurnak, úgy hívta, hogy hát amintán kapta ezt a nevet, Bhaktisztánta Sarasvati, mint Sarasvati. Azt mondta, hogy Sarasvati egyik missziód, vagy a te missziód bevezetni ezt a Barnásán rendszert. És hát látjuk, hogy ezt aztán Srila Prabhupádnak is hogy a missziója volt, aminek az alapja volt a Varnásán rendszernek a szabályozása, ami a könyveiben volt, és aztán annak a szabályoknak a praktikus megvalósítása, vagy gyakorlata. És aminek ugye a példa, hogy mindenkinek van egy varnája, mindenkinek van egy ásványa, és ebbe a kettő helyzetbe bele kell illeszkedni feltételekhez kötődnek arra, hogy ők sikeres legyenek a lelki életben. Mert hogyha nem, akkor nem tudunk sikeres lenni. Nem tudunk felugorni transzendentális szintre, nem szükséges eszközök, és ez az eszközök, ez egy olyan füle szabályozó rend, ami felemel minket tudatlanság szenvedélytől a jóságból, és a jóságból akkor transzendentális szintre. Gadadhar Pandit nap nagyon szívülön vette a Chaitanya Mahaprabhu, hogy te elfogadtad ezt a Chaitanya Sanyast, emiatt te nem jöhetsz vele. És amikor ugye már Chaitanya Mahaprabhu akkor elkezdett utazni, azt hiszem akkor volt egyik törekvésre Vrindavanba menni, és követte Gadadhar Pandit, ami egy jó élmény. Ugye ki nem akar lenni Chaitanya Mahaprabhu. De akkor Chaitanya Mahaprabhu mondta, de neked van egy fogadalom. Te azt mondtad, hogy te nem fogod elvetni a dánat. Akkor most miért jöjjél le? Hát azt mondta, hát ahol te vagy, az a dán. Vagy nem vagy, de nem az volt a fogadalmat. Hogy ezt a dánat kövess, azt a fogadalmat, hogy puri dán, nem fogod elhagyni, és akkor menj vissza. És akkor ezt többször, hogy kifejezi, köszönöm ezt Kabrás Gosvami, és akkor egy ilyen folyóparton voltak, és Csétlányban beszállt a csónakba, és nem is nézett hátra. Ment. És mikor úgy elájult, hogy a Gadadhar Pandit nagy szomorúságból, de még mindig Chaitanya Mahaprabhu ment előre. Mert, mint példa, ugye főleg a Gaura mozdalomjában, Chaitanya Mahaprabhunak a mozdalomjában, akkor ez a szabálynak a követése fontosabb, mint a érzelemnek a követése. Mert amikor feltételhez kötött lelket követik az érzelmüket, akkor ők pokolban lennek. Amikor felszabadult személyek, mint Krisnának a társai követik, akkor az megfelel. De másképp a gyarácsonyt is, és ez Krisna mondja, de hát meg kell mutatni ezt a példát, és akkor még mondja, hát utcudeiru mélokának, még én is mutatom a példát. Még hogyha vannak olyan körülményekben, amikor Krisna úgy függetlenül áll a törvényektől, de ugye az megmutatni, hogy mi történik a lelki világban, amit ottan csak a szeretet, a fő törvény és a világi törvények nem mindig egyesülnek abban, vagy úgy elérni a szeretetet, az a törvény nem mindig egyenlő a szeretetnek a törvényében. Ugyanúgy, mint ugye építeni egy repülő nem egyenlő repüléssel. Szóval nem tudsz repülni, amíg építetted a repülőt. Hogyha gondolod, hát repülők repülnek, akkor
mi is csak úgy tudunk összerakni egy repülőt, hogy repülőt, tehát nem először a Földön kell állni, és a Földön összerakjuk az egész dolgot, és amikor az a rendszer működik, akkor lehet repülni. Szóval Csaitanya Mahaprabhu nagyon szigorú volt, és elvárta, hogy mindenki megfelelő módszeren éljen, cselekedjen. Hasonló volt Vajdanát Dászlósz valamivel, hogy nem idő neked mostan mindenről lemondani. Még szigorúbb volt Raghunath Bhattakosz valami, ami nem olyan részletesen van írva Csaitanya Charitamritában, de ugye Raghunath Bhattakosz valami, ő meg Tapan Mishra-nak a fia volt. És Tapan Mishra is Csaitanya Mahaprabhu társa volt. És amikor Raghunath Bhattakosz valami akart jönni, Csaitanya Mahaprabhu azt mondta, nézd, te menj hazán, és gondoskodjál, amiket a valakán. És amikor ők elhagyják a világot, akkor jöhetsz. Szóval ez is ugye nagyon komoly példa, hogy ami mi látunk, mint világi kötelességek, ezek nem semmire vannak, mert hogyha ezek nincsenek követve, akkor úgy még jó szándékban, még a Krisna tudatnak a nevére, akkor annyiféle káosz nem lesz. Szóval Tinotákul nagyon akarta ezt a dolgot, hogy jó, Krisna tudat nagyon jó, de hogyha nincs egy megfelelő társadalmi rendszer, amit emberek tudnak úgy élni, ami kedvező annak, akkor nem fogják tudni elérni túl magas a cél egyrétésben, mint van egy öt emeletes ház, szóval ott nem lehet egy lépcső, de ott kell sok lépcső. És hogyha van, tudja, 50 lépcső, akkor fel tudsz lépni. És akkor ez is volt a téma, ez is a vágy, és ez is a Shakti, a Csaitanya Mahaprabhunak. Mi is követjük Csaitanya Mahaprabhut, és mi is fel vagyunk hatalmazva, amikor ezt a dolgot ugye mi is csináljunk, és azért baktáknak a kötelessége egy megfelelő ásványba lakni, brahmacsári vihaszta, vanaprasta, és ennek van egy folyamata is, amikor át lehet lépni, Csaitanya Mahaprabhu ugye már 24 éves korában lépett szanyászba, de ő már ugye, hát brahmacsári nem volt, egy vihaszta volt. Krisna, ugye ő meg brahmacsári volt, elment ásványba, ottan lakott Szandipányi ásványába, aztán grihaszta volt, és azon túl ugye, nem igazából lehet mondani, hogy neki van vanaprasta, akkor volt azok az utolsó pár napban, amikor ott mindenkit ott hagyott a családot Dorkába, és aztán ottan harcoltak a viádunk, akkor csak leült egy ilyen fa, vanaprasta, ugye fa van egy kis erdőbe, és akkor ottan tanította a Udavát és a Maitreyát, és akkor elvette a világot. Szóval amikor nekünk is, és aztán Varna, hogy nekinek van egy megfelelő szolgálata, egy munkája, és Krisna is elfogadott Varnát, érdekes, hogy ő változott Varnákat, nem is mondjuk, hogy mi az, ami a mi természetünk, de ugye Krisna először volt mindegy Vajsán, hogy teheneket védett, aztán ugye Csatria hangulatban volt és harcolt, aztán volt, amikor Kurukshetra mezőnök Brahman volt és tanított, ami egy példa, hogy személyek más szerepet is tudnak elfogadni. Megint Gorifaktor, hogyha fel vannak hatalmazva. Csaitanya Mahaprabhu felhatalmazva a baktákat, akkor tudnak elfogadni másféle szerepeket. Az, hogy itt mi volt szükséges, volt, amikor Krisna csatatéren jön tehenekkel, akkor az nem segített senkit. Szóval volt neki harcolni. Hát ő nem harcol, ugye inkább támogatta Arjuna.
tudom, de másfél tudjuk, hogy még ottan volt a tehenekkel, mint bajs, és akkor jöttek a démonok, akkor nem mondta azt, hogy hát hívjátok a rendőrséget. Hanem akkor csinálta, amit kellett csinálni. És Srila Prabhupada is hangsúlyozza ezt a dolgot, hogy vajsnavok ők is csinálják az, ami szükségesek, most mit kell csinálni. És amikor kellett transzendentális tudást adni, akkor meg, de mint a legmagasabb Brahman, akkor ő megtanította a Arjunát, mert erre volt akkor szükség, másképp nem tudott, nem lehet volna harcolni, hogyha nem volt ez a dolog. Szóval nekünk ez egy ilyen nagyon fontos dolog, amit mi csinálunk, ugye mondjuk mint egy intézmény, bakták, mint egyének, amiből összetársalom. És igazából nekünk a cél nem csak, hogy hát Krisna vagyok, hogy próbáljuk jelenhozni Mahārāśramot, mert mindenkinek a kötelessége. Lehet, hogy az adott körülmények mások lesznek, de amennyire lehet, akkor van közös fiajelveket baktáknak el kell fogadni, és az alapon, hogy mi is követjük, ami majd részletesebben fogja nárulni, megmagyarázni. Már úgyis Srila Prabhupada elkezdi, ugye Bhagavatamot, hogy az eredeti Vārāśram az lehetetlen. Szóval amilyen szigorúan és amilyen körülmények voltak akkor, szóval azt mondani nem lehet, de az elvét lehet. És hogyha az ellen cselekszünk, és meglátjuk, hogy mennyire lehet ugye az elveket meg nyilvánítani körülmények alapon, akkor mindenki valahol tudja, mint mondjuk életnek az elve, hogy legyen egy háza. És hogyha megyünk más helyekre a világon, akkor fogjuk látni, hogy az alapon, hogy milyen alapanyagok vannak, akkor abból épül a ház. Elmész. Itt a Magyarországon, ugye, mondjuk a falukban nagyon divatos voltak a vágyházak, mert mind itten Krisnavölgyben nyugodt épít házat, ugye, vágyakban. A Angliában, ott nem mindenhol kő van, szóval ott a kőházak voltak a divatok. Elmész Észak-Amerikában, ott annyi erdő van, ott nem fából. Szóval az anyag az más, de a dolog, az alap az ugyanaz ház, kell ház. Szóval kell Vārāśramrendszer, hogy miből építed azt, vagy hogy mi az alapvető anyag, az lehet, hogy ugye más, de mindenkinek azt a helyét és azt az életmódját meg kell találni. Arra, hogy mi is hűséges vagyunk azokra az elvárásokra, amit Bhaktivinoda Thakur, a kisírókkal, hát ugye magyarázni, mint a úttörője a modern Krisna tudati mozgalomnak. Szóval ő akarta, hogy terjedjen ez a Krisna tudati mozgalom a világon át. Ami nem arról volt szó, hogy filozófusok legyünk, vagy valami filozófiát gyakoroljunk, vagy mi csak kell nekünk legyen valami hit egy Istenben, hanem hogy legyen egy életrend, ami harmonikus abban a hittel. Mert hogyha hiányzik, hogyha nincsen az az életrend, ugye akkor, ahogy nem mondtam, akkor hát egy, hogy filozófia az nagyon jó, de valamilyen haszon filozófia nem szükségesen határoz meg egy életrendet. Persze, hogy mink filozófiákba itt el lesz, hogy mi az az életrend. De hogy megvalósítani, gyakorolni aztán, és akkor ez az életrend gyakorolja, hogy amikor 4 szabályt követsz és 16 kölcsapászol hazamész Krisnába, mert ez fogja adni azt a kedvező körülményeket, hogy életen át tudunk folytatni 4 szabályt betartani és 16 költ. Hát erre majd itten részletebben lesz az a dolog, de itt most nem két nap alatt gondolkodtam, hogy mennyire, hogy ezek a csárják, akik ők saját maguk egy ilyen transzendentális szintben voltak, de hogy ők is
mennyire hangsúlyozták ezt a dolgot, és hát mennyire gyakorolták, hát képzelt Bhaktivinodakurnak, ugye milyen, már a családja majdnem egy kis falu volt. Szóval ő felelősséget vett olyan sok gyerekre gondoskodni, ugyanakkor nagyon szigorú volt vele, arra, hogy ők is mind gyakorolják a Krisna tudatot, ugyanakkor csinálta az ő munkáját, amellett, hogy a munkáját csinálta, volt, amikor egész, ugye, Jagannath-puri templomnak ő volt a menedzserje, a prezidentre, amellett, hogy még főbíró volt, terjesztette a Krisna tudatot, prédikált, de csinálta, és nagyon külön kiválóan csinálta a munkáját, mint író, úgyhogy még az angolok is felismerték a tehetségét ebben a szempontból. Szóval ő is úgy élt, és Prabhupád, ő is úgy élt, ugye? Ő még megfogadott egy közönségesebb féle barnát. Egy bíró, az már egy nagyon distinguished, egy nagyon tisztelt dolog, Prabhupád egy empatikus volt, ami egy közönséges féle munka, de hát úgy, mint Krisna, szóval tehénpásztor, az is egy elég közönséges dolog. De csak mutatni, hogy szóval nem kell, hogy valaki valami különleges tehetség legyen, de amilyen sztáris, ahol vannak személyek, sütik tanulmányok, akkor ott gyakorolják a lelki életet, és csinálják a saját dolgokat. Grihasta volt Srila Prabhupád, a családjára, egy időpontban eltűnt, szószegen eltűnt. Otthonról Vanaprastha volt, aztán elfogadta Sanyász, és még hogyha törekedett, ugye, mint Grihasta, de látjuk, hogy igazi eredmény Prabhupádnak az utolsó 10 évre az életében jött mindennek a dolognak. Megmondta, hogy készültem, szóval ez az életem, az is készít minket. Szóval felkészülni, és akkor így becsületes leszünk, és betartjuk az igényeit Chaitanya Mahaprabhunak, ő társainak, Acharyának, Bhaktivinodakurnak és Srila Prabhupádnak is. Erről majd több dolgokról lesz szó, és azért folytatjuk itt a hatik éneket. Sőt, a bárki, a bárki,